Ennél a Mátészalkai vasúti átjárónál történt halálos baleset 6 évvel ezelőtt. A forgalmas Móricz Zsigmond utcán egy általános iskola és egy óvoda is található, amelyekhez ezen keresztül kell áthaladni a közlekedőknek. A legnagyobb körültekintés mellett is nehéz észrevenni az érkező vonatot, illetve a fénycsorompó jelzését. A település polgármestere Hanusi Péter sajtótájékoztatón jelentette be, hogy hónapokon belül biztonságosabbá teszik itt a közlekedést. 2011-ben halálos kimenetű baleset is történt itt sajnos, egy tragédia. Az elmúlt hetekben is történt, szerencsére személyisérüléssel nem járó, de jelentős anyagi kárral járó baleset itt. Elmúlt napokban tudomást szereztem róla, hogy hamarosan a magyar államvasutak a kormány beavatkozása nyomán soron kívül elvégzi ennek a Móricz Zsigmond utcai vasúti átjárónak a félkarú sorompóval való kiépítését, illetve a jelzőlámpának a lámpáit korszerű ledes eszközökre cseréli ki, jól látható eszközökre. A polgármester Kovács Sándor országgyűlési képviselővel és Bakos Olivier rendőrkapitánnyal levelet írtak a MÁV-nak. Ennek köszönhetően a vasúttársaság 20 millió forintot fordít a fejlesztésre.